Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Zsoltárok 91 Ted magasra a lécet. Ahogy gyülekezetről gyülekezetre jártam prédikálni, azt próbáltam megértetni az emberekkel, hogy Isten tökéletes akarata szerint leélhetik a teljes földi életüket idelent, anélkül, hogy megbetegednének, és végül csak elalszanak Jézusban. Már több mint 65 éve prédikálok erről. Nem változtattam az üzenetemen. A helyi pásztor általában azt mondta nekem. Hegint testvér, tudom, hogy ez mind benne van a Bibliában, de túl magasra teszed a lécet. Senki sem érheti el. Egy ember nem élhet úgy, hogy nem betegszik meg. Én azt válaszoltam. Nos, én igen. Inkább magasra teszem a lécet, és elérem vele a hallgatóság felét, minthogy alacsonyra tegyem, és mindenkit elérek vele. A Pásztor egyetértett velem. Sokszor ez a problémánk az életben, mind fizikailag, mind szellemileg. Túl alacsonyra helyezzük a lécet. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én mindent meg akarok kapni, amit Isten tartogat a számomra. A legjobbat szeretném. Nem csak éppen, hogy akarok, úgymond, beslisszolni a mennybe. Szeretem olvasni a következő részt a Gyógyulás mindenki című tanításból. Amikor meghal valaki, Istent hibáztatjuk, és azt nyögdécseljük. Legyen meg a te akaratod, pedig sosem Isten teszel lábalól valakit. Isten nem küld betegséget, bűntényt, gondatlanságot és bandaháborúkat. Amikor valaki Idő előtt meghal, az az ember hibája. Ő a világosság, és nem a halál istene. Ő olyan Isten, aki életet ad nekünk. Nem rövidíti meg a földi életünket, hanem azt akarja, hogy leéljük a ránk szabott éveket a világban. Ne hibáztas tehát Istent, mert a bűneink miatt sírunk. Megvallás. Isten azt akarja, hogy az életem teljes hosszát ide idelent a földön. Istennek az a terve, hogy betegség nélkül éljek, és végül csak elaludjak Krisztusban.